Adrián, most, hogy ilyen közel vagyunk, és a hátad mögött látszik ez a meddőhányó, és úton vagyunk Novi Donbass felé, mire gondolsz a dolgozatod és a tapasztalatai alapján? Hát számomra ez nagyon megható. Igazából az otthoniakra, hogy végre valakinek ez sikerült, és hogy vihet valamit haza innen. Ez jár egész végig a fejembe. No, hát úgy konečne работал Magyarov rodzitoj. Mhm. Hova kiáltam? A de van egy pochovanie, ne znajte? Ne znaje, kto izne. Hányan lehettek körülbelül? A skikik bolo približno, ne znajte, vot cich vojenne plannych, cich internirovanych. Ne znajte, ne znajte. No, a približno ne znajte. To je nové nastrojené. A to ferma byla. Вот это всё была ферма. Так их вот ezen a helyen voltak a barakok, ő ezek. А то молочка вот была, молочня сохранилась. А дальше бараки. És az, hát gyakorlatilag, ahol eljöttünk az úton, és végig azok a házak közül, a jó pár barak volt. Máté evangéliuma, 10. fejezet, 26. vers. Ne féljetek tehát tőlük, mert semmi sincs elrejtve, ami le ne lepleződne, és nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódna. Amit sötétben mondok nektek, mondjátok el világosban, és amit fülbesugva hallotok, hirdessétek a háztetőkről. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Féljetek inkább attól, aki a lelket is, és a testet is el tudja pusztítani a gehennában. Kérnek is az ott, igen, segíts magyarja.